Úgyhogy most az elején egy kicsit talán könnyebben kezelhető, kicsit könnyedebb módon próbálom bemutatni ezt a szerencsétlen rendszert, de a későbbiek során vissza fogunk térni erre a állapotra, nem lesz 600 parancs, hanem mondjuk csak 60, nem lesz parancsoként 30 opció, csak mondjuk 4, de töményen ez lesz. Na most, bocsánat, mielőtt elkezdeném, egy óvatos kérdés megtenni, aki dolgozott már Linux-szal, az fölteszi a kezét. Javasolom, hogy nézzetek körül, és látni fogjátok, hogy elég nagy számban nem volt fönt kéz. Tehát sok ember számára remélhetőleg tényleg újdonság lesz, már az eleje is. Aki dolgozott, annak meg remélem fogok tudni újdonságot mutatni. Ha nem, szünet és szólj, és akkor majd megpróbálok. Na, hát akkor lassan kezdjünk is bele. A mai nap a tematika szerint az valahogy úgy fog kinézni, hogy megnézzük, hogy pontosan mi is az, hogy Linux, hogy néz ki, mennyire triviális így 2013-ban nulla Unix-Linux ismerettel, nulla parancsori ismerettel egy Linux-os rendszert fölépíteni. Ugyanis aki még nem találkozott vele, annak klasszikusan megvan egy elképzelése arról, hogy mit fog látni. Hát aztán vagy fogja látni, vagy nem. Én ilyen értelemben egy kicsit konzervatív vagyok, nagyjából 10 évvel ezelőttig gyakorlatilag karakteres felületen használtam a gépemet, karakteres felületen böngésztem, karakteres felületen leveleztem, karakteres felületen intéztem minden. Mondjuk a webböngészésnek azért voltak nehézkes részei karakteres felületen. Nem készültem ilyennel, de ha valakit érdekel, össze tudom majd hozni. Annó egy bemutatót, bemutattam, hogy hogy néz ki a karakteres felületen. Például filmnézés. Aki nem tudja, hogy miről van szó, annak majd megmutatom, aki tudja, az sejtheti. Elég érdekes, konkrétan 3 centiről nem érted, hogy mi történik, mert olyan, mint a Matrixnak a képernyővédője, de mondjuk 3 méterről teljesen jó felismerhetők és követhetők az események. Na most ez azért nyilván eléggé abszurdum. Már 10 évvel ezelőtt sem ez volt a természetes, 10 évvel ezelőtt is az, hogy grafikus felülete van egy Unix-like rendszernek, azért az egy eléggé elterjedt dolog volt. Ennek ellenére pontosan a magamfajtának köszönhetően a világ mai napig úgy képzeli, hogy hát a Unix pláne, de hát a Linux maga is az abból áll, hogy fekete háttéren, nagyjából zöld, rosszabb esetben sárga betűkkel, az ember odaül géppel, és ettől baromira boldog. Tehát, hogy napi szinten más se csinál, mint a listázó parancsot, összeköti különböző kommunikációs mechanizmusokkal, a naplózó parancsal, a rendező parancsal, és gyakorlatilag ettől élvez, hogy ez megy napi 24 órával. Aki Linuxot használ a szó valódi értelmében, akár desktopként is, az nagyjából egy pont ugyanolyan környezet alatt dolgozik, mint aki Windows-t használ, Mac OS-t használ, bármilyen egyéb mai modern felületű grafikus környezetet használ. Na most, hogy a dolgot tisztába tegyük, hát itt van egy gép, távolról is szerintem elég jól olvasható, igyekeztem nagy méretű betűkkel ellátott matricát ráragasztani. Én FreeBSD-t használok nagyjából az esetek 99%-ában, a maradék 1%-át úgy lefedi az összes többi, ami X jellegű oprendszer, Linux, HP Unix, AIX és így tovább, SolarX az nem stimmel, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy bármi, ami Unix-szerű, azt én használom. Desktopként FreeBSD-t. Na most, amikor ezt a mi kis társaságunkat összehoztuk, akkor eléggé vicces volt a helyzet, mert hogy ketten voltunk, akik nem Ubuntu Linuxot használtunk, ebből a kollega legalább Linuxot, én meg ugye még csak azt se. Úgyhogy volt egy ilyen többé-kevésbé triviális megállapodás, hogy jöttek a baltával, és azt mondták, hogy mit szeretné használni. Akkor mondtam, hogy tulajdonképp Ubuntu Linuxot igazad van, és eredményeképpen ugye erre a laptopra Ubuntu Linux lett telepítve, és amennyiben a munkámmal kapcsolatosan dolgozom, akkor persze azt használom. Na most, ezen az Ubuntu Linuxon fog majd itt lemenni a vetítés, amit mutogatni akarok.
méghozzá egy virtualizált környezetben. Ez alatt azt kell érteni, hogy itt most fut egy Ubuntu Linux a saját natív grafikus környezetével. Ezt hozzáértők egy része gyűlöli, mióta megvan, hozzáértők más része azt mondta, hogy semmi baj nincs vele, 10 perc alatt megszokható, de olyan emberrel is találkoztam, aki azt mondta, hogy én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy újra beállítsak mindent, inkább hozzászoktam. Na most, aki, bocsánat, hogy így fogalmazok, aki Windows-t használ, az pont ugyanezt csinálja. Hozzászokik ahhoz, hogy kap egy környezetet, általában a kezdők azzal szokták, hogy átállítjuk a háttérképernyőt, átállítjuk a színsémát, profibak a betűket, és bizbaszokat kiraknak a képernyő különböző pontjára, és ezzel belakták a rendszerüket. Na én pont ugyanígy vagyok, tehát nálam gyakorlatilag az néz ki, ahogyan ma például az Ubuntu alaptelepítésből fölmegy, én nem érek rá arra, valamit nem érdekel, hogy ezeket átállítsam, így néz ki, hát így néz ki, kit érdekel. Emberek órákat tudnak eltölteni azzal, hogy tényleg háttérképet állítanak be, meg képernyővédőt állítanak be. Én meg úgy vagyok, hogy egyszer beállítottam a háttérképet, ezt ugye családban leboxoltuk, mert férfiként nyilván mesztelenül a háttérkép. Ezt természetesen nem igazán díjazzák, és csak nehezen sikerült meggyőzni, de ha belegondolsz, bekapcsol a gép, följön a háttérkép, majd automatikusan elindul egy alkalmazás, ami letakarja. Most azt a 3/10 másodpercet már ne sajnáljátok tőle. Megegyeztünk. Mai napig ez van, de sajnos már nem nagyon emlékszem, hogy mi van a képen, mert tényleg körülbelül 3/10 másodpercig látom egy-egy indulásonként a dolgot. És a továbbiakban, hát most ezért nem fogok mindent lecsukni vagy lekicsinyíteni, hogy megnézhessem, mert azért annyira nem érdekes. Marad az, hogy jó, ennyit beállítok, de többet nem, mert minek? Nyilván azt beállítja az ember, hogy ha van rá lehetőség, azokat az alkalmazásokat, amiket gyakrabban használ, azt ő maga is összeszedi. Van, aki szereti kirakni az asztalra az ikonját, van, aki szereti letenni a státusodba, van, aki ide-oda-amoda építi, nagyszerű, és akkor mi van? Ez valóban az, hogy én belakom a rendszert, de ezt nagyjából pont ugyanúgy lehet megcsinálni minden grafikus feltű környezetben, ezért aztán én, amikor egyéb esetekben tanítok, általában azzal a meglehetősen bunkó megközelítéssel szoktam indítani a dolgot, hogy ha nem veszitek zokon, én a grafikus feltet nem magyarázom. Akinek informatikusként ezt magyarázni kell, az szerintem nem kéne, hogy informatikus legyen. Tehát körülbelül azt meg lehet tanulni, hogy ha jól tudom, a Mac-en egy egérgomb van, bármint ha már az is eltűnt volna lassan, máshol kettő, esetleg három. Tehát körülbelül annyit kell elmagyarázni a grafikus feletről, hogy bocs, ha nem megy az egyik egérgomba, próbáld meg a másikkal. Ha látsz menüt, akkor nézd végig. De most mit magyarázzak azon, hogy baloldalt a harmadik menü negyedik eleme az, ami neked kell? Találd meg magadnak. Sokkal fontosabb, hogy felfogd, hogy van menü, sokkal fontosabb, hogy van az egérnek. De ez szerintem most sikerült elmagyarázni mindenkinek, feltehetően nem mondtam vele újdonságot, úgyhogy nem óhajtom részleteiben ezt aggódni, mert minek. A folytatásban, mint mondtam, ugye egy alap Ubuntu telepítésen virtualizált környezetben mutatok pár dolgot. Na most, virtualizáció, jó ez nekünk? Tegye fel a kezét az, akinek a általa napi rendszerességgel használt, mondjuk úgy, hogy személyi gépében 32 GB-nál több memória van. Hát igen. Nagyjából a várt eredmény. Tegye fel az, akinek 4 vagy annál kevesebb. Aha, érdekes módon. Itt úgy, jó, nem 100%-os, mondjuk 80%-os a penetráció. Innentől kezdve ez a jó-e nekünk a virtualizáció azért erősen kérdéses, mert aki foglalkozott ilyesmivel, akár csak felhasználóként, akár ilyen virtualizációs adminisztrátorként, azt tudja, hogy a virtualizáció két módon lehet elrontani. Lassú háttértárral és kevés memóriával. Most akkor innen ezzel a
4 giga RAM alatt vagyunk, vagy 4 giga van, az ugye látszólag azt jelzi, hogy hát akkor ez a, nem a mi esetünk. Most hát ebben a gépben 4 giga RAM van, viszont az majd látható lesz, hogy a alapkonfigurációnál, mihelyt én azt mondom neki, hogy egy A, egy B, egy C disztribúciót szeretnék telepíteni, akkor a virtuális gép kezelő felület azt mondja, hogy jó, hát akkor neked fél giga RAM kell a virtuális gépben. Konkrétan van olyan, amelyiknél azt mondja, hogy tulajdonképp 128 megával is elindulhatunk, mert bőven elég. Azaz, ma, nyilván úgy kell érteni 2013 vége felé, sajnos az átlag az az, legalábbis a szakmájukat informatikusként engedő körében, hogy általuk használt gépben 2-4 giga RAM van, jobb esetben valami jobb háttértér, rosszabb esetben pont ugyanolyan, mint mindenki másnak, és ezzel kell gazdálkodni. Na most, ha háttértár van, akkor azért annyira nem rossz a helyzet. Ezzel a 2-4 giga RAM-mal mai virtualizációk elműködnek. Milyen virtualizációt és miért akarjunk használni? Például azért, mert van egy például céges policy, ami előírja, hogy neked már pedig mindenki behelyettesíti a megfelelő operációs rendszert, azt kell használni, vagy a céges policy legalább némi választást enged, de te ezt ismered, ezt szereted, tehát használsz, tólig, teljesen mindegy, hogy micsodát. Én úgy gondolom, hogy ma már talán a Windows 98 az nem annyira jellemző, 2003 azért még mindig. Vannak emberek, akik mai napig azt mondják, hogy NT4 volt az utolsó használható oprendszer, tehát az én gépemben az fut. Pont. És van, aki úgy van vele, hogy legfrissebb kiírt verzió tegnap előtt megjelent, az nálam már fönn van, használom, 3 hónap múlva már profi leszek belőle is. Ebből fogok élni, semmi akadálya. Mi itt úgy döntöttünk, hogy Ubuntu, és azon belül virtualizációként kiválasztottunk az egyébként elég sok féléből egyet. Tudnátok párat mondani? Nyilván nem illik egy ilyen című tanfolyamon ezzel kezdeni, de hát a Microsoftnak van sajátja. Jelen pillanatban persze nem a Hyper-V-re gondoltam, mert ugye az elsősorban szerver oldali virtualizáció, de persze megoldható, hogy a laptopodon fut egy Hyper-V, abban néhány virtuális gép, de az egyik, a másik, a harmadik desktopon. De hát azért van neki saját desktop virtualizációs eszköze is. VMware kikerülhetetlen, neki is van desktop virtualizációs szoftvere, csak éppen egy baj van vele. Mi egy olyan részleg vagyunk, akinek a neve is az, hogy szabad szoftver. És itt, ha én most elkezdenék mondjuk VMware playerjel játszadozni, akkor nyugodtan lehetne jönni és azt mondani, hogy bor, meg víz, meg prédikáció nem férnek össze. Tehát szeretjük, nem szeretjük, két másik között kell választani. Illetve nem igaz, nem kettő, mert többen vannak még, akik itt labdával rúghatnák abban a listában is, hogy szabad virtualizációs eszköz, azaz. Linuxos világban van egy hivatalosan Zennek ejtendő, de egyébként Xennek írandó virtualizációs szoftver. Elsősorban inkább szerver oldalra javasolható, ezért mondjuk egy laptopon én nem fogom használni, egyéb okai is vannak annak. Miért nem ez? Van egy KVM nevű, ennek nagy előnye, hogy viszonylag könnyen használható, legalábbis egy mai modern gépen, de csak azért, hogy mégis lássunk valami valószínűleg jobban ismertet, abban maradtunk, hogy van egy meg nem nevezett cég, inkább az adatbázis kezelőjéről szokták őket ismerni, O betűvel kezdődik és Recon-re végződik, és van nekik egy szoftverük, amit úgy hívnak, hogy VirtualBox. A VirtualBox két különböző verzióban érhető el, és ebben az egyik a számunkra teljesen megfelelő, úgy hívja, hogy Open Source Edition. Open Source az nyílt forrás kódúként, ha kell, le lehet tölteni a teljes virtualizációs szoftver, teljes forráskódját le lehet fordítani, lehet használni. Nyilván én, mint Unixos emberke nem úgy indulok, hogy akkor hétfő reggel letöltöm parancsolból a forráskódját, nagyjából szerdára lefordítom és csütörtöktől használom, persze pont ugyanúgy, mint átlagok rendszer esetén, letölthető bináris csomagként, három kattintással telepíthető, van neki nagyon kellemes grafikus felülete, azaz megfelel rajtam kívül mindenki más desktop igényeinek.
Azzal, hogy ebből az Open Source Edition belefér a mi kategorizálásunk szerinti szabad szoftverbe, ez a választás adott volt, csak azért jó, mert hogy körülbelül jó nekünk Linux alatt, meg jó nektek, ha valamilyen csoda folytán mégsem Linuxot használnátok. Speciál nekem FreeBSD alatt is jó, mert az alatt is fut. Úgyhogy én például onnan szoktam át a használatára. Cserébe nem lopod, nem használom 30 napon túl a 30 naponként lejáró próbalicenszével, és itt a vált. Mivel nem erről szól a tanfolyam, kizárólag szünetben vagyok hajlandó boxolni arról, hogy jó-e a VirtualBox, és mennyivel jobb a... És akkor itt mindenki oda teszi a sajátját. Az én funkciómra tökéletesen megteszi. Tudok belőle csinálni virtuális gépet, abban tudok futtatni nagyjából minden x86 architektúrára készített operációs rendszer. Tehát ha akarnám, akkor egyébként nyilván Windows is futtathatnék benne, a licenszekkel gondjaim lennének, de nem akarom. De tudok benne futtatni Linuxot, sőt, ugye ezen a egyébként 4 gigával ellátott gépen, ha nagyon-nagyon megerőltetem magam, akkor 4-5-öt is el tudok futtatni benne úgy, hogy nem csak a malmozásból áll az élet. Lévén laptop, a laptop Winchesterek jellemzőivel, ezért aztán nyilván itt a háttértára előttesen megfogja. Azaz, a környezet így fog kinézni, egy Ubuntu, egy VirtualBox, Open Source Edition, és abban valami. Na most itt megint jön az, hogy mi az a valami, amit futtatni fogok. Az a név, hogy Red Hat, van itt valakinek, akinek ismerős? Persze, mondott te, én meg úgy érzem, hogy talán nem persze, de egyébként egyet értek, ez lenne a jó, hogyha ez legalább annyira mondana valamit, mint meg az oraikkal. Nem tartunk sajnos ott, akármennyire is nem szeretjük mi szabad szoftverközösségként a Red Hat-et, mert cég, és hát a szabad szoftverből akar élni. Hát ez ellentmond magának a szabad szoftver elveknek. Ugye hallottatok már ekkor állatságokat, nem csak tőlük. Na szóval, a Red Hat az egy megkerülhetetlen cég, mi nagyjából azt az elvet valljuk, hogyha mindenáron szeretnél támogatott pénzért megvehető Linuxot használni, akkor semmi akadálya. Válaszd azt! 5-10 éves support periódust tudnak nyújtani, egyesek szerint stabil, mások szerint esik el, mint bugócsiga, tehát mindenki tudna szép és nem annyira szép példákat mondani. Akkor mutassuk be a Red Hat-et. Igen, ám csak ezzel ugye van egy probléma. Nekem arra sincs pénzem, hogy itt most a telepítés kedvére egy Red Hat licenszet vegyek, tehát inkább nem vennék. Cserébe lehet sorolni egyéb szabad vagy szabadabb alternatíváit. Két társaság is felvállalta azt, hogy a Red Hat pénzes szoftverét letölti a forrástól, eltölt vele egy-két hetet, és előáll belőle egy vele teljes mértékig megegyező, csak nem Red Hat-nek hívott disztribúció. Akkor mutassuk ezt, mutathatjuk, de én nem akarok annyira szervert mutatni, majd lesz belőle később bőven részletek. Ha van ennek egy kis testvére, úgy hívják, hogy Fedora. Ma elég sokan használják egyébként desktop operációs rendszerként. Tehát megállapodtunk abban, hogy jó, akkor mutatunk egy kis Fedorát. Jó, de Európában vagyunk, nehogy már az amerikai multiknak a nyaljuk. Tehát akkor legyen más. Van egy másik cég, Németországból indult, ne nevezzük őket nevé, főleg mert ma éppen nem tudom, hogy hívják őket, egy kicsit sűrűn változik a tulajdonos. A lényeg, hogy van egy másik viszonylag elterjedt disztribúció, úgy hívják, hogy SUSE Linux Enterprise. Céget is úgy hívják, mint Susan. Ma éppen úgy hívják, köszönöm szépen. Ez is egy ilyen egyes emberek szerint stabil, biztonságos, megbízható, ezer évig működő disztribúció. Ugyanaz a bajom vele, pénzért kéne vásárolni. Nem szeretném. Nekik is van kis testvérük, úgy hívják, hogy OpenSUSE. Ugyanaz, mint a Fedora, azaz egy inkább desktop célokra szolgáló olyan Linux terjesztés,
ami cserébe viszont letölthető, legálisan ingyenesen használható, és tényleg mindenkinek minden igényét ki tudja elégíteni, feltéve, hogy kellően szolítak az igényeid. Ugye bármilyen színben tudunk autót, amennyiben te fekete Fordot szeretnél. Úgyhogy erre szintén érvényes ez az állat. Akkor már két olyan disztribúció is van, ami mögött, ha kell, akkor komoly céges háttér van, ha kell, akkor fizethetsz érte, ha kell, akkor nem fizetsz érte, és használhatod úgy. Ja, és van egy harmadik, úgy hívják, hogy Ubuntu, akik ellentétben az előző két céggel egy eléggé sajátos elvel terjesztik a ő általuk összerakott Linuxot, ugyanis ők azt mondták, hogy itt van, van desktopra kihegyezett, van szerverre kihegyezett, a kettő között némi különbség van. A kollégáim kicsit csuklottak, amikor a gép megvétel után egy héttel én még nem tudtam használni a gépet. Kérdezték, hogy mégis mit csinálok? Mondtam, hogy mi az, hogy mit csinálok? Hát telepítem. Jó, de teljesen ugyanilyen gép, teljesen ugyanilyen Ubuntu, de neki két óra múlva készen volt. Mondtam, hogy jó, de én természetszerűen a szerverből indultam el. Fölraktam rá a szervert, aztán fölraktam rá azt a 4827 csomagot, amely szerintem kell ahhoz, hogy használható desktop legyen, és azt reszelgettem egy darabig. Hát pénteken már azért emlegették, hogy lassan dolgozni kéne. Úgyhogy akkor leszettem az addig fölrakottat, és fölraktam a desktopot, így ezzel nagyjából két nap alatt már végeztem is. És már majdnem tudom használni egyébként. Hát itt volt korábban, láttam, hogy majdnem bizonyos dolgokat a mai napig nem tárul meg benne. A lényeg, hogy az Ubuntu az a harmadik olyan disztribúció, amely mögött áll egy, hát egy komoly, nem komoly, maradjunk meg, áll mögötte egy cég, csak éppen ellentétben az előző kettővel nem kötelező neked licencdíjat fizetni. Töltsd le, használd, ennyi volt. Természetesen, amennyiben te cég vagy, akkor általában a nem annyira a licensz érdekes, és nem annyira a licenszdíj, hanem a licenszdíjért cserébe kapható support. Az sokkal jobb. Ugyan vannak vélekedések, hogy a vállalati informatikai vezetők azért szeretik a supportált op-rendszert, mert védve van a seggük. Bocsánat a kifejezésre. Ezt négy szem közt persze maga az informatikus is hajlandó bevallani, csak legfeljebb nem mondja bele a kamerába, hogy a supportált op-rendszerek esetén a support a lényeg, hogy én mondhatom, hogy mindent megtettem, hát fölhívtam a forró drótot. Az, hogy a forró drót három hónap múlva se oldja meg a problémában, az nem engem minősít, mi mindent megtettünk. Azaz, van három olyan disztribúció, amerre ez elmondható. Ebből a Red Hatnél és a Suzy-nál csak az az alternatív, hogy fizetsz, vagy lopod. A Ubuntu-nál legalább az az alternatíva, hogy nem fizetsz és nem lopod, csak úgy használod. Nyilván, ha szükséges, lehet rá supportot venni. És amennyit el supportot vettél, a kódnaptól kezdve védve vagy. Persze, ez önmagában még mindig kevés. Ugyanis jó lenne valami interoperabilitás. Jó lenne, hogyha az a szoftver, ami, és akkor itt mindenki fel tudja sorolni a kedvencét, az működne rajta. Nem, az nem fog működni. Tehát bármilyen kínos, natívan nem fog menni a Microsoft SQL szerver. A kérdés az, hogy natívan erre van szükséged, vagy valamilyen adatbázis kezelőre, mert van olyan, amelyik persze megy natívan is. Tehát, ha szükséges, akkor ezek választhatók. Na, úgy gondolom, hogy elég sokat magyaráztam már itt a háttérről, úgyhogy a folytatás valahogy úgy fog kinézni, hogy ezen a gépen futó VirtualBox Open Source Editionben szeretnék bemutatni pár ilyet, hogy hogy néz ki ma egy Linux, főleg ha nem szerver, hanem kicsit inkább desktop irányultságú Linux, és közben, mivel lássuk be egy telepítés, a telepítő szoftverek izgalmas képernyőfotói, ma még sokkal innovatívabbak vagyunk, még 1300 hibát kijavítottunk, és még így sokkal gyorsabb lett, mint tegnap előtt volt. Ezekkel az ablakocskákkal együtt is unalmas. Nincs rajta különösebben mit nézni.
Ezért aztán úgy gondoljuk, hogy valahogy úgy fog ez kinézni, hogy végigvegyünk egy telepítésen, ami nyilvánítani, hogy én végigvegyek a telepítésen, és megbeszéljük azokat a háttérinformációkat, amiket lehet, hogy a jelenlevő 95%-a valamikor tudott, és az is lehet, hogy ma már csak 10%-a emlékszik rá, hogy ja, tényleg annó kellett ilyet tudni. Oké, bocsánat, elnézést, hogy így fogalmazok, elsősorban a fiatalabb korosztály, aki nem linuxozott, particionálás megvan, ugye? Fájrendszer létrehozás megvan, ugye? És tudod is, hogy mindezek mit jelentenek? Miért fontos particionálni? Tényleg, miért fontos ma particionálni egy diszket? Jól értem, miért fontos particionálni egy diszket? Miért kell particionálni egy diszket? Így van. De ennek ellenére például, amikor VM-en ISX-ig telepítek, akkor particionálásról szó nincs. Ja persze, akkor is van, csak én nem mutatja meg nekem. Amikor fölteszek egy Windows-t, akkor is particionálom a diszket, csak nem mutatja meg nekem. Én meg úgy gondolom, hogy ha nem beszélünk arról, hogy particionálni kell, akkor te egy lényeges információt nem tudsz, hogy teszed le a fájrendszert. Miért akarnék rá fájrendszert tenni? Én autót akarok tárolni az adott diszken, nem? A programjaimat akarom tárolni. Jó, úgy gondolom, hogy ezt a szintet hanyagolhatjuk, talán azért ez bár erősen negatív, és azért ennyire senki nem hülye itt rajtam kívül. Úgyhogy beszélünk természetesen ilyenekről, illetve beszélek ilyenekről, mert ezeket tudni kell. Jó, akkor most egy egyszerű kérdés, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hány bites operációs rendszer van föltelepítve a saját asztali gépére. Oké, helyes, első ponton sikerrel túlestünk. Nagyon jó, és tegye fel a kezét, akinek 64 bites van föltéve. Nagyobb az arány egyébként, mint amire számítottam. Oké, tegye fel, akinek 8 bites van föltéve. Ja, olyan nincs. Miért nem használtak már ilyen alternatív oprendszereket? Játékra még jó, nem? Na jó, rendben. Na szóval, megpróbálom összehozni, hogy a rendszer úgy nézzen ki, hogy én szeretném. Nem akaródzik neki. Na tehát, van valamilyen processzor a gépünkben. Ma ugye elég egyértelműen 32 vagy 64 bites, ma eléggé elterjedtem Intel vagy AMD gyártmányú. Legalábbis ameddig asztali oprendszerről beszélünk, valakinek van nem Intel vagy nem AMD gyártmányú asztali gépe? Senki nem használ még ARM-ot? Senki nem használ MIPS processzoros gépet asztali gépként? Senki nem használ Sparkot, Parisket, Alfát asztali gépként? Milyen informatikusok vagytok ti? Az informatikusnak ugye az a dolga, hogy megismeri a világot, és utána ez gondosan elrejtse a szegény szerencsétlen földi halandók el. Na jó! Szóval, ami itt látszik, az egy meglehetősen vegyes felvágott, így néz ki az Ubuntu alaptelepítésben, azaz, itt oldalt van az, amit nem tudom, hogy hívjak, mondjuk panel. És elterjedtebb oprendszereknél ott valóban szokott gyárilag lenni. Ide, erre a panelre kétféle ikonocska kerülhet. Az, amit ő gyárilag odapakolt, vagy ha én kellően türelmes vagyok megtanulni, hogy hogy kell, akkor amit én odapakolok, ilyen értelemben ugyanaz, mint ott a panel jobb alsó sarka, Windows alatt. Illetve amikor fut egy alkalmazás, akkor persze ennek az ikonja is ide kerül. És jelen pillanatban, nem mondom, hogy távolról is jól látszik, de fut pár alkalmazás. Az alkalmazásaimat az ikonok mellett látszódó kicsike kis fehér háromszögecskék jelzik. Na most úgy első blikre, mivel hála jó Istennek még csak nem is látszik, vajon kinek van tippje arra, hogy a legfelső háromszöggel rendelkező ikon mit takar? Ami háromszög van, tehát a technikailag fölülről a harmadik ikon.
Valami így van. Tehát ugye itt hallottam olyat, hogy file manager, file kezelő, saját gép, izé. Akkor úgy látszik, egy dolgot már sikerült, vagy kitalálom, megtalálom azt a három embert, aki már látta ezeket az ikonokat, tehát tudja, vagy aki ezeket az ikonokat rajzolt, annak mégiscsak sikerült nem nagyon, de valamennyire mégiscsak intuitív ikonokat rajzolni. Mert megdöbbentő módon valóban az ott egy fájlkezelő, valamiért fut nálam egy fájlkezelő, ne kérdezzétek, hogy miért, én indítottam el, de nem tudom. Fut ezen kívül, hát az az izé fölülről ugye az ötödik valami, command com, parancsor, én úgy mondom, hogy a terminál. És most szólok előre, a következő előadástól kezdve az lesz a képernyő. És az összes többi az el lesz takarva, mert nem óhajtok elő foglalkozni. Ezen kívül itt látható egy halom egyéb ikon, ha szerencsé van, akkor legalább ebből a kettőből azért az egyiket fölismeritek. És ha valaki nagyon jó szemű, akkor itt lehet lát még kettőt, ami az ilyen fut applikáció kategóriába tartozik. Na most, ha látható esetleg azért egerecskén, akkor a csoda, ez azért nekem beletelt két napomba, mire rájöttem, de belejöttem. Ma már tudom. És hát akkor ugye a legalsó az valóban a LibreOffice, a fölötte levő, na ez az, amivel most az első időszakban játszadozni fogunk, ez a kis kék izé, megmondom őszintén, nekem eltartott egy darabig, mire sikerült dekódolnom, hogy valószínűleg az van ott, hogy VM, ebből a V az nyilván a virtualizáció, az M az meg mondjuk menedzser, monitor, vagy valami ilyesmi. Azaz az a kép izé, gyakorlatilag kórházi szívállapotot jelző görbe, az a virtual boxnak a saját ikonja. És ugye jól mutatja, hogy hát igen, ő is elindult, ugye a háromszögünk ott van, és hát ugye középre ide be is van készítve nekem ez a csodálatos készlet. Azaz. Ha ugye most telepítettem volna, akkor annyira tért volna ez az ábra, hogy ez itt teljesen üres ez a középső sáv, semmi nincs, és nekem ugye azzal kéne kezdenem, hogy új. Na, hát akkor ezen végigmegyek egyszer, noha ugye elő van itt készítve a dolog, de egyszer azért végigmegyek, látszódjon, hogy hogy néz ki ma egy Linux. Mennyire fedi azt a valóságot, hogy fekete alapon zöld betű, és luszpassz semmi egyéb, azaz használható-e átlagos felhasználói ismeretek birtokában. Virtuális gép varázsló, hát jó, név. Tök mindegy, látszódik azért, hogy valami azért gyanús ezen az ábrán, aki jobban megtekinti, hát azért az erőviszonyokat jól jelzi, hogy az alapból fölkínált operáció a virtuális gépben, az bármennyire is nem tetszik nekem, a Microsoft Windows-a, és az, hogy ők mennyire vannak eltévedve a felhasználói szokásoktól, azt meg az, hogy bizony Windows XP. Nem 7-es, nem Vista, nem 2008 Server Edition, nem Windows XP. Természetesen tudom, hogy már csak párat kell aludni, és végre kihal, és azt is tudom, hogy párat kell aludni, és akkor már is nem szapportált lesz. Ki még nem fog halni, nagyjából 3 éven keresztül. Vagy valakinek más véleménye van erről? Ki fog halni itt májusban? Már 10 év múlva, igen. 10 év, jó, hát szóval mindegy. Off topic. Off topic, igen, bocsánat, kicsit elmentem. Na jó, a lényeg az, hogy én most nem fogom egyébként, de elkezdem azt mondani, hogy én már pedig Ubuntu-t fogok telepíteni, de hát ugye a virtuális gépet el kéne valahogy nevezni, és ő úgy döntött, hogy az, hogy UB az egyértelmű. Hát, mint a mobiltelefonok, én elemet megpróbálják kitalálni a T9-en, amikor gépelem, elég érdekes dolgok jönnek ki belőle. Hát itt ugyanaz van, én tulajdonképpen nem ezt akartam mondani, de hát ő szerintem mégis ezt akartam, úgyhogy hívjuk Ubuntu-nak, teljesen mindegy. Egy kész. Valódi jelentősége nincs. Következő. Hú! Erősen túlbecsültem a hardware igényeit. Ugye attól a ténytől, hogy itt az előző oldalon azt mondta, hogy Ubuntu Linuxot fogok telepíteni, ezt persze nyilván választhattam volna mást is, a készlet meglehetősen szép. Sajnos olyanok is vannak, amik már tulajdonképpen tényleg kihaltak. Turbo Linux például.
mondjuk az X-Androsz se egy igazán minden nap használt disztribúció manapság. Na a lényeg az, hogy van Linuxból egy halom op rendszerből, és van, ezt azért muszáj volt, ugye, látjátok, BSD. Nem nagyon bonyolítja túl, de azért BSD van. Na szóval kiválasztva az, hogy Linux Ubuntu, ő azt mondja, hogy ez az info neki önmagában ad annyi alapot, hogy úgy képzelő, hogy a virtuális gépnek fél gigára elég. Akkor azért egy 4 gigás gépen nem annyira rossz a helyzet. Mert fél gigát azért csak tudunk neki adni, hát Isten, bezárjuk a böngészőt. És akkor megkapja a fél gigáját, és nyugodtan mentünk tovább. Jó, tovább megyünk. Legyen neki lemeze. Látható, hogy erre is től kínál valamit. 8 GB-ot mond alapként, mint egy akkora diszterület, amire ő már hajlandó eltelepülgetni. Nem tudom, hogy ezt ma merészeljem-e soknak tartani. Én, csúnyán fogalmazva, akkor lőttem fel, amikor ez nagyon sok volt. Valami hihetetlenül elképesztően sok. Azért ma egy asztali gépen azt mondja, hogy 8 GB-t adok csak azért, hogy valamit kipróbáljam. Az azért nem annyira reménytelen vállalkozás. Jó. Hát, mivel bármennyire is kínos a VirtualBox nem a vezető virtualizáció szoftver, akármennyire is nem így képzeli az Oracle-ről, kénytelen kellett illeszkedik ahhoz, hogy azon kívül, hogy a saját formátumát elkezeli a diszkben, hajlandó egyéb gyártók, egyéb virtualizációs eszközök diszkformátumát is ilyen-olyan-olyan szinten kezelni. Én egyébként a magam részéről anno eltöltöttem, vagy másfél évet úgy, hogy a napi nem túl sok munkám mellett azzal szórakoztam, hogy A-virtualizációs környezetbe tervezett és előkészített virtuális gépeket vittem át B, meg C, meg D virtualizációs környezetbe, és azzal játszottam, hogy mennyi idő alatt vagyok képes működő állapotot előállítani. Ebbe beletartoztak pontosan ezek az ilyen diszkülönbségek, és egyéb a virtualizáció technológia rejtelmeibe tartozó egyéb különbségek is. A lényeg az, hogy hát ugye mellé ír valamit, a VDI-nél ugye intelligensen odaír, hogy hát ez az ő saját natív diszkformátuma, hál' Istennek ezt ki merjük írni. Mondjuk a VMDK-nál már nem merjük kiírni. Van itt olyan, aki tudja, hogy mi a VMDK? Ez a VMware saját virtuális diszkformátuma, de lássuk be, miért kéne az ellenfelet, akár csak név szerint említeni a listában. VHD mond valamit? Az a Windowsnak a virtualizációs környezetében a diszkformátum, azaz elvi szinten, akár azt is meg lehet próbálni, hogy ezekben a virtuális környezetekben elkészített eszközt aláépítünk, és egyébként használjuk. Na jó, nyilván most ilyen nincs valódi jelentőség a dolognak, és nem is ezzel akarok foglalkozni. A dinamikus vagy fix méretű diszk szimplán csak annyit jelent, hogy helyből lefoglaljuk azt a 8 gigát, vagy lefoglalunk mondjuk 50 megát, aztán ha pakolunk rá, akkor ő már 100 mega, 200 mega, 3 mega, 4 giga, 5 giga, 8 giga. Végig úgy fogja látni az oprendszer, hogy ő neki 8 giga diszterülete van, csak fizikailag nem fog ennyi helyet elfoglalni. Jó, és mellékesen, hogy hol a francba akarom az ő hozzátartozó adatokat tárolni. Jó, rendben, a lemez, hát ennyi, így neveztük, ott fogjuk tárolni. Hozz létre, létrehozza, kész. Megkaptam az összegzést, hát ugye túl sok információ nem szerepel benne, a létrehozás se túl bonyolult, először létre fogja hozni a virtuális gépet, majd létrehozza a virtuális gépet. Tehát lássuk meg, maga a virtuális gép készítése ennek a szoftvernek és ennek a menedzsment folyamatnak segítségével nem bonyolult, az más kérdés, hogy köze nincs a Linuxhoz. Linuxon is mi? Na most! Fölötte, ugye ott van a három, mondjuk úgy, hogy előkészített valami. Hát akkor a érdekesség kedvéért, ugye, mint látható, van itt egy Ubuntu desktop, majd ezen fogunk dolgozni, ott van egy OpenSUSE, érdekesség kedvéért, ott egy Fedora az érdekesség kedvéért. Ha javasolhatnám, akkor én a következőt tudnám elképzelni. Bemutatom az Ubuntu telepítést, nem azért, mert ez a legjobb, persze, hogy ez a legjobb, azért, mert miért ne.
Főleg az a része érdekes, hogy az Ubuntu telepítése túl sok mindent nem kérdez. Végig megyünk rajta, aztán amikor el van magában, akkor elindítok egy másikat, és meg lehet nézni, hogy például a SUSE telepítés 60-szor annyi információt kérdez. Más kérdés, hogy a 60 információ az mindegyike olyan, hogy egy átlag informatikusnak persze ezekkel az információkkal tisztában kell lenni. És akkor bizony itt jönnek ilyen trivialitások, hogy hány bites oprendszert használok, meg hogy akarom a diszket használni, meg milyen fájlrendszert akarok a diszket használni. Na most, fizikailag ugye, a virtuális gép létrehozása után bármely virtuális gépet tovább hangolhatnám, például az előző, amit megcsináltam, az nagyon jó, csak van egy apró probléma vele. Valaki meg tudná mondani, hogy mi lehet vele a probléma? Hát nincsen meg ebben a szerencsétlen virtuális gépben semmi, amitől ő használható lenne. Ugyanis adtam neki memóriát, adtam neki diszket, feltétlenül egyéb hardvereket is kap, de mondjuk, ha őt elindítom, akkor elindul az első indítás varázsló, és azt mondja, hogy hát ember, ez azért így önmagában kevés, tehát vettem egy gépet a sarki hentesnél, de azért az, hogy működjön, ahhoz kéne operáció. Jobb esetben neked kéne föltelepíteni. Légy szíves, mondd meg. Azaz, ő itt helyből fölkínálja, hogy akár a gépen saját valódi beépített CD, illetve hát ugye jelentőben DVD olvasóját, akár valami mást használjunk már mégis telepítési forrásként. Jó, rendben, hát akkor szeretnék valami mást. Mint látható, ő valamiért fölkínál egy ilyen listát. A letöltés. Konkrétan azt kínálja föl, amit a korábbi három virtuális gép során már beállítottam. Azaz, ha még soha nem volt ilyen, akkor itt nem jelenik meg semmi, nekem magamnak kell kiválasztani. Az a letöltések mappában lévő ISO-fájlok. Ez azért nem jó, mert mindjárt mutatom a letöltések mappát. 15 ISO-fájlok nagyságrendileg. Valami van benne. Na szóval, jelen pillanatban ezt mondom, és hát ő valamit csinál, vagy mit csinál, azt őszintén nem tudom, mert hogy én nem kértem az előbb még semmire, valószínűleg sikerült mégis csak rápatintanom valamire. Úgyhogy, türelem, hogy mi van? Mi van szó? Na jó, akkor ezt itt hanyagoljuk, nem tudom mi történik, szeretném leállítani. Szeretném előről, főleg, mert ugye az volt a célom, hogy majd én magam mondom meg, hogy mit telepítsük rá. Hogy is szokták mondani? Bemutató effektus. Ilyet még sosem sikerült csinálni magától. Egy másik ablak van elő, mint aminek kéne. Még ez is lehet. Jogos. Telepítő média, következő, összegzés, igen, bocsánat. Most ugye bár az előbb sikerül, rákattintottam arra, hogy állítsuk le, és hajlandó is volt végre leállítani. Köszönöm szépen a segítséget. Na most, hát ugye szerinte fut, szerintem már annyira nem kéne neki. Nézzük meg, hogy hogy állunk. Itt van, még mindig. Valami baja van, mond valami, bukutol, ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy hagyja abba, ahhoz képest jól indul. De hát, ez van. És ugye jól látszik, hogy az a kevés szín átmenet, ami az előbb ott volt a képernyőn, az most újra megjelent, és elindulna a telepítése. Most azért mondom, hogy elindulna, mert most ezt nem szeretném, mert pillanatban még egy csomó dolgot akartam előtte mondani. Viszont már is mutat egy olyan információt, ami nyilván, ha sosem használtad, akkor azért néha jól jöhet, hogy ma a legtöbb Linuxos disztribúció olyan formában érhető el, hogy ne kelljen olyan nagyon tönkretenni a környezetet. Tehát, hogyha egy telepítő CD-t, nyilván ma inkább DVD-t, elhelyezel a gépet lejátszójában, rábútoz és elindítod, akkor valószínűleg nem szeretnéd, hogyha a használt papi oprendszeredet letakarítaná. Nyilván, ha én azt mondanám, hogy install, akkor ez történne, ellenben a try ugye az, amivel ugye, tulajdonképp ki tudom próbálni. Gyakorlatilag egy RAM diskből futó
környezetben futó virtuális, bocsánat, akkor nem virtuális, valódi gépen, ugye? Valódi gépen futó, kikapcsolás után teljes mértékig eltűnő környezetet lehetne belőle kapni. Ezt ma nagyjából mindegyik disztribúció megcsinálja, nyilvánvalóan nagyítóval találni olyat, amelyik nem. Ezért aztán, amikor valaki, aki még életében nem használt ilyet, megpróbálkozik vele, annak nem kell még virtualizáció sem. Le kell tölteni, ki kell írni lemezre, rá kell bootolni, és lehet próbálgatni. Legfeljebb azt nem elfelejteni, hogy abban a pillanatban, hogy kikapcsol, minden elveszik. A beállításaid elvesznek, a letöltött doksiaid elvesznek, ami egyébként nagyon jó. Tehát van kollega, aki egy pendrive-val jár, bárhova megyünk, ő elkugyerbál egy gépet, kikapcsolja, bedugja a pendrive-ot, rábútól, és 5 perc múlva dolgozik. Ez bizonyos helyeken némi villongásokra ad okot, tehát tudok róla, ahol nagy darab, sötétebb úriember meg akarta verni, mert úgy gondolta, hogy fölül most az oprendszert a gépen, ez mondjuk egy internet kávézóban nem biztos. Vigyazandó cselekedet, de minden további nélkül kipróbálható. Azaz, ma, ha valami csoda folytán nem virtualizációképes hardvered lenne, akkor is persze ki lehetne próbálni. Mivel ugye én itt most mégiscsak vetítenék, és vannak mindenféle előkészített vackaim, tehát ugye ezt nem tartom jó ötletnek, maradunk ugye annál, hogy virtualizáció, és ugye a virtualizációban fussunk neki, van egy marha nagy előnye, teljesen mindegy, hogy mi volt a diszkem, mert nem érdekel. Nyugodtan lemosható, azaz nyugodtan telepíthetem. Sejthető, hogyha én itt a listában keresgélek, akkor találhatok valami olyat is, ami esetleg jobb nekünk. Magyar nyelvet választhatom. Van olyan informatikus, aki nem tud angolul? Nem beszélni, hanem mondjuk megérteni, amit egy szoftver kiír. Ritkaság. Innentől kezdve én egyébként a legtöbb környezetben angolul használom ezt a dögöt. Ez megint csak okoz némi határvillongást, amikor egy felhasználóval adom oda a gépemet, és akkor jó, de hol van az A betű, mert én nyomogatja, csak nincs eredménye. Bocs, nem tűnt, hogy minden angolul beszél? Ja, jó, de hát neki az úgy nem jó. Jó, hát akkor átállítjuk angolra, magyarra, és készen van. Nyilván telepítésnél is választhatom most. Válasszuk ezt. Ubuntu telepítése. És lám, anélkül, hogy bárki megkérte volna, ez teljesen olyan, mint a Microsoft, magától elvégez egy csomó automatizmus. Most éppen azt mondja, hogy van áram, tehát a telepítés hosszú órái alatt nem fogunk kikapcsolni, ami ugye általában azt jelenti, hogy dobhatjuk ki a francba. Van hálózat, ez megint egy érdekes dolog, én ugyan nem mondtam. Ne úgy, de nem hosszú óra, ne vezess félre a hálózat. A telepítés hosszú 5 perc alatt. Jó, van ez 3 perc volt, gondoltam mondani. Szóval van hálózat, tehát ha szükséges, akkor ő már a telepítés során elvégezhet egy-két apróságot. Például, mint látható, mondhatom neki, hogy kezdje azzal, hogy frissít is. És nem utolsó sorban, hogy az a környezet, amit előállítottam, az neki elegendő. Na most hát ez az 5,3 GB lemezhely, amit ő fölkínál, az őszintén szólva erős túlzás, én ennél sokkal kisebbet szeretnék, bocsánat. Azt lenne a kérdésem, hogy a telepítés közben a második ponton hibára fut, akkor azt hogy olvasom el, hogy az a hiba? Hol? A harmadik, illetve a pipák közül a másodiknál, hogyha ott X-et találok, itt? Akkor én azt hogy látom, hogy az a hiba? Amennyiben még működik, akkor ott egy X-et látok, és eldönthetem, hogy az alapján, hogy mit olvastam, hogy mennyi ideig tart, az alapján ennyit bír-e. Egyébként gyönyörűen észleli. Tehát tegnap ide jöttünk, gondosan itt hagytam a tápot, mondván nincs kedvem biciklim, még azt is hazavinni, majd otthon elkezdtem telepíteni, így indult, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez neked jó lesz, mert nincs áram. Ránéztem arra, erre itt fönt egyébként, ami azt mondta ott, hogy még van másfél órám, és úgy gondoltam, hogy hát azt a 10 percet, ami alatt lezajlik, azt még azért túl fogja élni. Tovább mentem egy gondolattal, amikor már teljesen sötét. Amikor már teljesen sötét, akkor már nem fogom tudni elolvasni. Ebben egyetértünk, ebben az esetben.
a laptopról. Igen, tehát jelen pillanatban ugye a helyzet az, hogy ha tudom, hogy a laptopon mennyi időt bír, akkor megkockáztathatom úgy, ha nem tudom, hát akkor nem tudom. Abban az esetben ugye nagy eséllyel inkább mégiscsak én többes volna három forrás találni. Nyilván asztali gép esetén ugye már az a része sem működik, hogy kiadom a CD tárcáját. Tehát ugye már elindulni sem fogok tudni. Ez a része ugye a laptopnál érdekes, asztalinál talán kevésbé. Na most, mellékesen, ugye Ubuntu esetén itt van még valami furcsaság az alján, hogy harmadik féltől származó szoftverek telepítése. Nem tudom ki mennyire van képben ezeken a európai szemmel nézve kicsit furcsa. Szabad ország, azt csinálunk, amit szabad jellegű dolgokkal kapcsolatban, hogy például mivel az MP3 előállítását olyan szoftverek végzik, amelyek az algoritmusként védett, licenszelt algoritmust használnak, emiatt nagyon sok esetben az MP3 lejátszás és beletartozik abban a kategóriában, ami tiltott. Ez némileg furcsa, mert én nem előállítani akarom, hanem csak hallgatni. Ennek ellenére sok disztribúció úgy van vele, hogy maradjunk nyugival, ha nagyon muszáj, akkor utólag persze engedélyezheted azt, hogy te mondjuk MP3-at lejátszol, de mivel ez fölvet ilyen jogi problémákat, inkább alapból nem engedélyezem. Itt egyébként ezt jelzi ez az aprócska kis pipa. Mondom, én az értelmét nem igazán sikerült megértsem az elmúlt években, mert hogy a tömörítő algoritmus a védetben, pedig a dekompresszor, úgyhogy nem értem a problémát, de hát ez van. Ez az a háttérinformáció, ami miatt ez éppen ott pluszba szerepel. Én ezen a gépen egyébként nem óhajtom, úgyhogy nem izgatom magam. Na most, javasolnám azt, hogy akkor most egy rövid 5 perces szünet, kamerát akkor lehet állítani.